Hát semmi, mi a baj, Andris? Hát semmi, csak a lefárasztottam magam. Lefárasztottad magad? Én nem, hát a magam... Én meg telezabáltam magam, úgyhogy fáj is a hasam. Gondoljad bele, Vendi, hogy jön egy vendég, érted? Ez itt tök átlagos dolog a magazinban. Így szokott, így szokott ez kinézni. És egy fesztiválon fellép, és megkérdezem tőle, hogy miről szól ugyanaz a fesztivál. És az mondja, hogy... Nem tudom. Nem tudom, csak a számokat néztem, amennyit fizetnek nekem. Köszöntünk mindenkit, elindult a Restart Vendivel. Sokan a számokat nézik, igen. És természetesen Andrissal. Hát és gyakorlatilag ugye a mai adás, hogy már felpromóztuk a tegnapi adásban is. Ugye a kukac. WWDC-ről fog szólni. Minek a rövidítése is az? World. Valami. Várját, szóval ebből legújabb kínútja, amely ugye bemutatott egy csomó újdonságot, vagy hát érdekességet. Worldwide Developers Conference. Na, Worldwide Developers Conference. A 15 pedig nyilvánvalóan 2015-re utal. Na, hát én nem néztem magát a streamet, te nézted tegnap. Igen. Hanem én olvasgattam mindenféle infókat, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy az a baj, hogy ha én most erről elkezdünk beszélgetni, már pedig el fogunk kezdeni beszélgetni, akkor gyakorlatilag megint az fog kijönni az egészből, hogy fikázunk. Csak az a baj, hogy van miért. A vendégokkal hogy... fikázik, hogyha fikázik. Igen, de... Direkt hoztam szájfertőtlenítőt, amiből fújnom kell egyébként a számba, mert... Nyugodtan addig beszélek, amit egyébként... De hogy már tettem? Teszem azt hozzá, a vendég... Még ezt nem érzik. Ez a gyakorlatban sokkal viccesebben nézett, mint hogy a vendég volt. Tehát olvasott egy cikket, amit a Google házatájáról készítettek és írtak, ha jól tudom, nem? Mit csináltak? Na, azt onnan olvastad, hogy a Google versus az Apple, vagy valami... Ja, nem, hát volt igen. Hát ja, igen, a cég egész pontosan... A Microsoft és a Google-nak. Igen. És tényleg, tehát hogy így akármilyen, akárhogy is pékeljük, és akármelyik oldalról próbáljuk nézni, akármelyik hírportál, amelyik akár Apple fan, akár kevésbé Apple fan, hát lehúzzák, vagy legalábbis olyan dolgokról mond, olyan dolgokat említenek, amit az ember nem esik hanyatt, vagyis nem is feltétlenül mindig hanyatt esni, tehát ugye sokat várunk mindig az ilyen megújulásoktól, meg nagy bejelentésektől. Lemerült a laptopod? Nem. Akkor mi történt? Ja? A fényerőtájban. Na, tehát hogy sokat várunk mindig az ilyen bejelentésektől, és igazából, ha belegondolunk, akkor egy picit most, mintha stagnálna egyébként az a fajta technikai fejlődés, amit még egyáltalán úgy manapság az embereket érdekelheti. Tehát igazi kis ráncfelvarrások történnek, vannak persze újdonságok, amik annyira nem újdonságok, tehát magyarul nincs új a nap alatt. És az Apple-nél is én most azt éreztem, hogy itt tényleg, higgyétek el, nekem ki is gyűjtöttem itt a főbb hírportáloknak a híreit ezzel kapcsolatban, tehát csak tényleg azért, hogy ne az legyen, hogy én egy forrásból olvasgatok, 4 forrást is elolvastam, és mindennél ugye, amellett, hogy újdonságok vannak, amiket mindjárt elmondunk, hogy micsodák természetesen, mellé a véleményünket is el fogjuk mondani, és a hírportálok sem palástolják a véleményüket ezzel kapcsolatban, tehát ez az ilyen időutazás kicsit, tehát mintha visszamentünk volna 10 évet. Tehát jó. Olyan bejelentések történtek, amik annyira evidensek, tehát úgy bejelentette például, ha kezdjük szép sorjába. Pont ezt akartam mondani, hogy még mielőtt elkezdenénk savazni bármi, illetve véleményt alkotni. Ugye tegnap megtörtént az a konferencia, amikor az Apple általában a szoftveres fejlesztéseit szokta világra hozni, illetve gyakorlatilag a világ szeme elé tárni. Minden évben van ilyen. És ez most is megtörtént. És ahhoz képest, amekkora feneket kerítettek egy-egy nagy bejelentésnek, ahogy a Wendy szavaival is éljek, egy-két ráncfelvaráson kívül olyan nagy újdonság, de talán még megmerem kockáztatni, hogy ennyire unalmas, és szó szerint, és ez nem csak én mondom, hanem gyakorlatilag az... És húzták, mondták, mert ha jól tudom, 3 órás volt a konferenc, tehát 3 órás volt ez a nagy bejelentés a Tim Cooknak. Tehát, hogy mit lehet 3 órán keresztül 3 újdonságról beszélni, ez számomra egyébként furcsa. Igen. És hát nagyon sok portál mondta azt, hogy soha eddig unalmasabbat még nem láttam. De mondom, nem csak a portálok, hanem Apple így részéről... Apple fanok mondták azt, hogy ez mi? Tehát, hogy
végre lett egy zeneszolgáltatás. Juhu! A 99. Meg körülbelül egyébként. Tehát, hogy a Spotify, a Deezer, a ugye ezek a viszonylag leghíresebbek, ugye az eddig volt azért az Apple-nek is az iTunes, a Google-nek ott van a Google Play áruháza, ahonnan lehet zenéket is vásárolni, és egyébként millió meg egy zenei szolgáltatás létezik. Ők most csináltak még egyet. A legrosszabb az egész, hogy úgy csináltak ezen a három órán keresztül, mintha olyan dolgokat mutatnának be, amit rajta kívül már senki, még senki nem csinált meg lassan két éve. Igen. Vagy három éve. Ez volt a legrosszabb az egészben. Igen. És így... Multitask lett az iOS 9. Igen. Hát úristen! Hát Jézus Mária! Hát mekkora újdonság! Hogy végre több képe, tehát több ablakot lehet egyszerre nézni. Hát nem tudom, tehát a Windows 3.1-ben is lehetett már több képernyőt nézni, tehát ez akkora világújdonság. Oké, mobilos körökben annyira a multitasking még nem annyira elterjedt. Végül is a Windows Phone, ugye az új generációs Windows Phone-ok kezdetek óta tudják, és az Androidnál is azt gondolom, hogy a táblagépes verzióban, illetve talán a Jelly Bean óta, mintha ez létezne. Tehát, hogy most az iOS is tudja. És természetesen ez akkora frenetikus bejelentés, hogy most mindenki le fog hasalni az Apple előtt természetesen. Természetesen azon kívül egyébként, hogy mi is elmondjuk a véleményünket, ti is hozzászólhatok az adáshoz, a képen nyolc részét láthatjátok az lehetőségeinket, van nekünk egy Facebookos oldalunk, mi a facebook.com/fixhd, Vendinek is van egy oldala, facebook.com/vendifix, nekem jó, ez most nem lényeg, térjünk inkább vissza, ne akarj lecsitítani, menjünk tovább, tehát hogy nézzük szép sorjába, jó, tehát hogy tényleg itt most belekapkodtunk egy picit a dolgokba. Rendben. PC fórum oldalára fogom olvasni, mert az ő véleményük az, ami maximálisan egyezik egy PC, vagy legalábbis közel távol az enyémmel. Az Apple imidzsének szerves részét képezi az a mítosz, ami szerint a cég jóval konkurensei előtt jár az innovációban és a technológiai fejlesztésekben, és amiből eredendően versenytársai csak kullognak utána és próbálják őt másolni. Nos, ezzel az egyébként is nagyrészt alaptalan mítosszal az almás vállalat a tegnapi napon egyértelműen és végleg leszámolt. A cég ugyanis megkérdőjelezhetetlenné, figyelem, egyik leghosszabb magyar szó, megkérdőjelezhetetlenné tette, hogy valójában ő az, aki messze konkurensei mögött kullog, és szinte mechanikusan másolja azokat, méghozzá sokszor igen komoly idő és képességbeli elmaradásban van mellette. Nézzük az első ilyet. Ha ugyanis valaki nézte az Apple idei fejlesztői konferenciájának közvetítését, lépten nyomon az az érzés merülhetett fel benne, hogy talán eltévesztette a streamet, és egy véletlenül valami évekkel ezelőtti Google vagy Microsoft sajtótájékoztató vagy bejelentés felvételit látja. Ennek oka persze nemes egyszerűséggel az volt, hogy az idei rendezvényen az almás vállalat rendre olyan fejlesztéseket jelentett be, persze forradalmi újdonságnak titulál azokat, amiket évekkel korábban pontosan ugyanebben a formában láthattunk már a konkurensek hasonló bejelentő sajtótájékoztatóján vagy rendezvényén, akkor még egyébként valódi újdonságként. Nos, az első ilyen, ugye az Apple Maps, ami hát ugye tudjuk a világ legnagyobb és legpontosabb térképszolgáltatása. Ez jól a tavaly vagy tavaly előtti bejelentés után is, nagyon jó volt, mikor megjelent, csak éppen nem ott voltak rajta a különböző városok, ahol kellett volna, tehát kezdjük itt a történetet, de ezt már helyrehozták, ezzel nincs probléma. Viszont mostantól természetesen tömegközlekedési és egyéb más, tehát ilyen közlekedési információkkal is bővül az Apple Maps, tehát már mutatja, hogy hol a dugó, összehangolódik a tömegközlekedéssel, ugye, tehát majd a futárral, meg ilyenekkel is, hamarosan, tehát majd természetesen ez nem most, ezt most csak bejelentették, de ez az út. Hát nem tudom, a Google szerintem, hogy Google Maps olyan 3-4 éve tud ilyen információkkal szolgálni. De most már az Apple-ösök is fogják tudni használni legfeljebb az ő Apple Maps-üket ugyanilyen célokra. Tehát az Apple térkép ugyanis új változatában helyi tömegközlekedési információkkal fog bővülni, egy olyan dologgal, amit a Google saját Maps szolgáltatásában még 2011-ben vezetett be.
és amit a vállalat már olyan üzleti szempontból marginális területre is elvitt már, mint például Magyarországon is, ugye bárhogy össze van hangolva a helyi tömegközlekedéssel, tehát olyan szinten, hogy full real time a történet. Az Apple esetében persze utóbbiról nincs egyelőre szó, újításként egyelőre mindösszesen 10 világvárosban lesz elérhető, hát logikus módon Budapest nem lesz ezek között, tehát a továbbiakban sem fogunk tudni információkat szerezni első körben majd a közlekedésről, de újdonságként mindenképpen fontos volt bejelenteni, hogy már ezt is tudja az Apple Map szolgáltatás, mint úgy, hogy elvileg majd egyszer valaha Magyarországon is például, vagy Budapesten is a BKK járműveit majd lehet real-time követni az ő térképeiket is. Nagyon jó bejelentés, nem? Tehát most mindenképp mindenki nagyon örül. Aztán következő ilyen történet, az pedig egy új, mondjuk úgy, hogy hírgyűjtő, hírolvasó alkalmazás. Nem tudom, te ugye Apple termék fan vagy, vagy használó, inkább úgy mondom, mert a fan az szerintem túlzás. Te hogy szoktál a telefonodon híreket olvasni, Andris? Te ezt egy alkalmazásból teszed? Vagy úgy mondjuk esetlegesen hírportálokat nézegetsz, mint számítógépen is? Alkalmazásból teszem, igen. Na, melyikből? Hát most konkrétan mondjam. Mondjál, milyen alkalmazásból teszed? Az Indexnek van ilyen alkalmazás. Ja, hogy egy-egy hírportálnak külön alkalmazásából érdem. Na, hát jövőben nem lesz erre szükséged, ugyanis egy rendkívüli 21. századi innovációs megvalósítást vezetett be az Apple. Képzeljétek el, Apple News formájában híreket gyűjtött egy helyre, és áttekinthető formában prezentálja mindezt, tehát ugyanazt fogja csinálni, amit mondjuk évtizedek óta a Google News csinált, és fél évtizede mondjuk ugye a Flipboard, mellesleg almás eszközökön is működő verziója tud, tehát magyarul gyakorlatilag összegyűjti egy helyre a fontosabb hírportálok híreit, és ezt egyben fogja tudni nyújtani a kedves felhasználóknak. Miért nem csak ennyiről van szó, nem? Hanem itt ebben a News alkalmazásban, amit hozzáteszünk, Magyarországon szintén nem elérhető. Tehát ja, ebből kivadunk, azokat a híreket szállítja nekünk, amik minket érdekelhetnek. Nem tudom, hogy itt... És rákerül az almás logó, tehát ez a legfontosabb, ugye a hírben is ez a lényeg itt a végén, tehát hogy a lényeg, hogy mindenre rákerül az almás logó. Tehát, hogyha engem semmilyen, saját hír semmilyen szinten és formában nem érdekel a gyógyászat, bármilyen érdekesség is történt azon belül, a newson belül, az alkalmazáson belül, nem fogom ezt a hírt látni gyakorlatilag. Ami tök jó, mert miért olvasnánk te is, vagy akárki olyan híreket, ami minket nem érdekel. Csak hogy ezt akkor abban a pillanatban nem tudom. Ez a legnagyobb baj, tehát ha... De tovább lapozol, és keresed majd ott az esetlegesen érdekes híreket. De nem, én tehát az a baj, hogy a híreket nem lehet így személyre szabni, hogy engem csak a sport érdekel, vagy csak a politika, mert hogyha egy olyan hírt hoznak, mint mondtam, a gyógyászatok, ahol engem érdekelhet, de mivel nem állítottam be, ezért nem fogok róla hírt kapni, így gyakorlatilag kimaradok a szórásból. Tehát ez szerintem egy baromság, mert a híreknek az a lényege, hogy az emberek számára olyan dolgokat közvetít, ami új, érdekes, vagy valamilyen történés a világban. Nem tudod ezt te behatárolni, hogyha téged nem érdekel a gyógyászat, teszem azt, akkor nem fogsz hírt kapni, viszont hogyha egy fontos dologról van szó, akkor meg lemaradsz róla. Tehát, hogy így módon ez jó, jó pofa lehet, de baromság, szerintem legalábbis. És ahogy a Wendy is mondta, ez már egy nagyon régóta előtt történt. Hát attól függ, mert például én most ugye Google-ös berkekből tudok kiindulni, a Google Now, mint hasonló dologra is való történet, ő például szelektálja azokat a híreket, amiket én általában olvasni szoktam, és utána azokat ajánlja nekem. Mondjuk szakmai hírek, ilyesmi, és akkor azok gyakorlatilag automatikusan jönnek, természetesen valami nem érdekel, akkor kidobom, akkor azokat úgy átcsoportosítja, és akkor lehet, hogy azokat a híreket már nem nagyon fogja a jövőben küldeni. Tehát, hogy ez intelligens módon működik, valószínűleg itt is erről van szó, tehát nincs nagy újdonság ebben, csak hát ez akkora újdonságként van már megint bejelentve, hogy hát ez semmi más szól, utánozhatatlanul új. Következő ilyen, ugye az előbb már említett zenei alkalmazás, vagy streaming szolgáltatás, szintén ekkora újdonság,
Havidíjat cserében korlátlan zenehallgatási lehetőséget fog biztosítani felhasználói számára, akár csak az RDO, a Deezer, a Google Music Play, vagy akár a Tidal, Tidal teszi. Ez utóbbi ráadásul az Apple egy szintén új Connect nevű szolgáltatással is össze fogja kapcsolni, ahová a zenészek saját maguk is feltölthetik majd alkotásaikat, és árulhatják is azt a felhasználóknak. Az Apple tehát előbbiek mellett feltalálta a Spotify-t is, megint csak közel egy évtizeddel a Spotify eredeti feltalálását követően, ugyanis tehát ilyen szolgáltatás már van. Tehát egyébként, ha jól emlékszem rá, pont a Spotify-nak a tulajdonosa posztolta ki a Twitterre, amikor meghallott ezt a bejelentést, hogy hát van ilyen, tehát hogy ez volt a reakció rá, valószínűleg összecsinálta magát, hogy most akkor valószínűleg akkora konkurense lesz a Spotify-nak, hogy az katasztrófa. És az a baj egyébként, hogy lehet, mert hogyha sok fan, ha már van saját Apple Music streaming szolgáltatás, akkor lehet, hogy ezt fogja majd használni a jövőben, mert hát, ha már van, akkor használjuk, nem? Nem értem. Kérdezik, ki fog érte fizetni, hogy az fizetős, tehát ez ingyen nem lesz elérhető, tehát nem izé YouTube, meg SoundCloud, ami már szintén ugye fizetős lesz nem sokára, tehát hogy... Meg ami a legérdekesebb volt, és ezzel mind kapcsolatban van az, hogy az a Siri, az okosabb lett, na de most, tehát hogy én nem is tudom, nem is tudom egyébként, hogy a Wendy-nek a telefonja már mióta látom azt, hogyha feltesznek egy kérdést természetesen angolul, vagy kér tőle valamit, akkor azt teljesített, hogy most itt a műzikkal kapcsolatban is az, hogy rákeresek egy zenére, illetve azt mit tudom én, le is játsza, ez egyáltalán nem új keletű dolog. Egyáltalán nem, és ugye ez egy dolog, hogy természetesen ugye okosabb lesz, tehát egy jelentősen felokosított verziója fog érkezni a Sirinek, forradalmian új dolgokat lehetővé fog tenni, tehát például képes lesz tanulni a felhasználó szokásait, és ez utóbbi által megfogalmazott kérdésekre, illetve utasítások kontextusából értelmezni, tehát fogja tudni értelmezni kvázi intelligens módon a felhasználó kéréseit. Most itt a zenére például, csak hogy mondjam, hogy a gyakorlatban hogy néz ki, hogyha esetleg valakinek idegen lett valamit a Wendy-t mondott, tehát hogy a Siri integrálva lesz mondjuk a zenével, vagyis, tehát hogyha megkérjük, hogy játssza az 1986 legjobb zenét, vagy mutassa meg, hogy mi volt a toplista első, ez 2002-ben, akkor ezt megteszi. Az egészben a legrosszabb, hogy ez Magyarország már megint kiesik a listából. Nem is ez a lényeg, hanem mondjuk ezt összességében az ilyen beszélgetünk a telefonnal a szolgáltatások, tehát és akkor mi is itt beleértem el a Google-nek a ugye beszédfelismerő, vagy alapból ugye ennek nincs olyan különösebb neve. Nem, a Google például nem nevezgeti el ezt, vagy legalábbis nem tudom, oké, Google, és akkor beszélhetsz a telefonhoz, kérdezhetsz tőle, de úgy nincs kimondottan ennek egy ilyen megszemélyesített, nem tudom, neve, akihez hozzászólsz, úgy mint a Siri esetében, vagy a Cortana esetében, ami egy kicsit más, de gyakorlatilag inkább, ha a kettőt, vagy legalábbis az ilyen szolgáltatások közül valamelyikhez hasonlítani kéne a Sirit, akkor inkább a Cortanához tudnám hasonlítani, ami ahhoz képest, hogy sokkal később indult ilyen interaktív kérdező szolgáltatás, már sokkal többet tud kapásból, mint a Siri, ami ugye akkor az csinnadrattával indult el talán szinte két-három éve, hogy most már... Hát az éve volt külön... a négyesbe, amikor volt. Hát akkor három éve. Három éve, igen. Igen, tehát gyakorlatilag ugye kapásból személyiséget adtak ennek a bizonyos asszisztensnek. Google asszisztens, egyébként a Google is Google asszisztensnek hívják, de ugye nem teljesen erre való. Ott azt beleintegrálták a Google Now szolgáltatások közé, tehát gyakorlatilag kérdezhetsz valóban, de nem izé, tehát nem ilyet, hogy vagy, és akkor válaszol. Mert tehát most miért beszélgetne az ember a telefonjával? Tehát akkor beszélgetünk a telefonunkkal, és teszem hozzá, hogy persze el lehet vele bohóckodni, de körülbelül erre való, mert haszna akkor van esetleg, hogyha mondjuk minden kezet foglalt, mondjuk vezetsz vagy valami, és nem akarsz hozzányúlni a telefonodhoz, hanem utasítani akarod szóban, hogy csináljon valamit. Akkor van esetleg ennek értelme. Egyébként egy baromság ez az egész szerintem. De az, hogy még személyiséget is adunk neki, és tényleg megkérdezett, hogy hogy vagy, és válaszol rá, hogy jól, meg nem tudom, és te hogy vagy, tehát visszakér... Nem Csepi. Tudom.
Igen, tehát hogy ez tehát hogy így próbálunk hajazni a mesterséges intelligenciára, de szerintem ez mindegy, ez csak az én véleményem, ennek semmi értelme nincs, de hát természetesen ez is akkora újdonság, hogy egyre okosabb. Hát de miért egyre butább legyen? Tehát ez akkora bejelentés megint, hogy egyre okosabb, hogy én nem is értem. Tehát, hogy ennek a bejelentésnek egyébként, hogy a Siri az egyre okosabb, mert volt a leges legnagyobb hype-ja. Igen. Ott ugye, gondolom, hogy megtapsolták, hogy igen, és kijött Siri, és meg is hajolt, vagy nem kijött, tudom. Igen. Tehát, vagy válaszolt is rögtön a tapsra, vagy ó, visszatérve egyébként az much, Apple Music-ra, amit a Wendy mondott pár információt ezzel kapcsolatban, hogy a június 30-án indul világszerte 100 országban, hogy mely országokról van pont, vagy mely országokról van szó, azt nem árulták el. Én ezt sose értettem, hogy miért kell ezt országokra elbontani, de miért nem lehet egyszerre mindenhol indítani? Mondjuk ez egy külön kérdés, ezt mondjuk más de gyártónál tehát, is így van. Tehát, hogy mivel 100 országi jó esélye egyébként benne van Magyarország is. És ha beszélünk akkor az árakról, másrészt, hogy három hónapon át teljesen ingyen próbálhatjuk majd ki, utána viszont például az Egyesült Államokban $10 lesz majd ennek a havi díja, ami Európában hát nem $10 lesz, hanem egy kicsikét. Nem, hát az annyi lesz, de tök mindegy, tehát a havi nincsen, de ez mondjuk még nem gáz. Európai árakon nem, mert ha jól olvastam, akkor ez nem, az európai kiadók nem mindegyike szeretne ebbe belemenni, még a legnevesebb. Persze, hát ez egy szerzői jogi kérdéseket igen vet föl, mert ugye, hogyha viszont árulnak, vagy viszont eladnak egy zenét, akkor ugye itt a megfelelő jutalékokat erre, ennek, annak, kiadóknak, zenészeknek el kell juttatni, tehát ugye eznek kell idő, amíg ez eljut arra a szintre, hogy valóban működhet. Az összes ilyen tartalomgyártónak, vagy viszont eladónak, nem tudom, mindig ugyanezek a problémá egyébként. Úgyhogy arról nem is beszélve, hogy ugye természetesen jó szokásunk a szívem Magyarországon, itt ez biztosan nagyon sokan fogják egyébként használni, mert itt annyira szeretünk fizetni a zenéért, meg a filmekért, meg ilyesmiért, hogy sok millió előfizetőre lehet számítani nagy valószínűséggel egyébként MS szolgáltatás esetén is, mint ahogy az összes többinél, gondolom én. No, menjünk tovább. iOS 9, illetve annak multitaskos, tehát ugye több képernyős, vagy több ablakban való futtatási lehetőség, ugye a legnagyobb újdonság, hogy valódi multitask és az osztott képernyő használatának lehetősége is, tehát hogy egy képernyőn egyszerre több alkalmazás is megjeleníthető legyen. Ehhez hasonló egyes nagyméretű androidos készülékeken már évek óta van, illetve az összes Windows-t futtató táblagépen is van erre lehetőség. Gyakorlatilag a Windows 8-as változata, vagy Windows RT változata óta ezt már úgy tudják. Tehát, hogy két év késésben, sőt, több mint két év késésben, de most már az iOS 9 esetében is elérhető lesz a multitasking. Fejlesztők számára további érdekesség, hogy az Apple meg fogja nyitni platformjai immár elsődlegesnek tekinthető programozási eszközét, a Swift nyelvet, és az ahhoz kapcsolódó standard könyvtárakat is, megint csak éppen úgy egyébként ahhoz a Microsoft is megnyitott a saját ekoszisztémáján belül gyakorlatilag azonos pozícióban lévő ugye a C# nyelvezetet és a .net könyvtárat, és persze jóval korábban tette mindezt, mert ha jól emlékszem, ők tavaly tették meg ezt. Tehát, hogy a fejlesztők számára végre elérhetővé teszik azokat a fajta operációs rendszer által támogatott lehetőségeket, ingesteket, amiket végre bele fognak tudni tenni a saját applikációikba. Natívan lehet magyarul mostantól programozni, nem pedig valamilyen keretrendszeren keresztül kell meghívni Java vagy egyéb más ugye, környezetben az alkalmazásokat. Csodálkozunk, hogy minden olyan lassú, mint a na mindegy. És hát akkor a legnagyobb újdonságról persze ne feledkezzünk meg, ugye az okos óráról, ami gondolom én már mindegy ötöknek a karján ott figyel, tehát hogy nagy valószínűséggel annak a hírnek örülni fogtok, hogy ezentúl ezt most már nem csak iPhone-nal lehet használni, hanem önmagában is képes lesz működni. Hát ezt nem is értem. Tehát akkor azt sem értem. Önmagában működik. Igen. Tehát hogy ez hogy? Hogy lehet ilyen? Tehát, hogy veszel egy készüléket nem tudom hány ezer forint, hány százezer forintért, igen, és eddig az csak az iPhone-oddal tudtad használni, tehát önmagában úgy nem nöntött semmit. Most képzeld el, már önmagától is fog tudni működni, tehát lehet, hogy magától is tudja majd mutatni az órát például, vagy nem tudom. Sőt, hogy még ébresztőként is funkcionálhat. Na. Ugye? Csak ne kapcsold ki, ne felejtsd el, hogy az ilyen telefonok, eszközök esetén, ha kikapcsolod, akkor nem ébreszt. Tehát ugye, mert egy ébresztő órát, és ha kikapcsolsz, akkor miért ébresztene? Akkor beszéljünk pár szót a WatchOS-ről, hogyha már ilyen jól felhájpoltuk. Tehát az óra operációs rendszere a 2.0-as verziószámmal natív alkalmazásokat, fotó- és time-lapse számlapokat
kapott. A photo face lényege, hogy az óra háttere mindig másképre vált a kiválasztott képek közül, ha az óránkra pillantunk. A 24 órás timelapse felvételekkel 6 világvároson látható képeket az óránk háttereként. A karóránk ezentúl az oldalára fektetve este digitális asztali óraként működhet, nyilván sokat látunk ebből. A funkció mellé egy kényelmes, hangos ébresztést is kaptunk. Igen, a Siri az órán is. A Siri mekkora újdonság, kerültek bele új csengő hangot? Látod. Kukurikó társai. A Siri az órán is tovább fejlődött, ezentúl idő alapú edzéseket is indíthatunk, vagy akár egy bizonyos mennyiségű kalóriát is megcélozhatunk. Na. És akkor az Apple Watch szólni fog, hogy hoppá, lassan a napi menükkel, ha elértük a kívánt mennyiséget. Jaj. A tranzit az órán is elérhető, viszont ugye ez nem fog még hazában működni. Ja. A WatchOS hát óriási újítása, hogy az alkalmazásokat... Most jön az óriási újítás, Vendi. Na? A WatchOS óriási újítása, hogy az alkalmazásokat az közvetlenül az órán is futtathatjuk. Ezáltal kicsit valaki? Kevésbé fog az Apple Watch a telefonra támaszkodni, viszont mivel amúgy is baromi gyorsan lemerül, így még gyorsabban le fog merülni majd szerintem. Igen, ha fejlesztjük az új Watch Kit segítségével még jobban el tudják majd érni az óra hardverét, ezáltal még hasznosabb alkalmazásokat fogunk kapni. Az összes belső szenzort kihasználhatják, pulzusmérő, gyorsasmérő, stb. Illetve a mikrofonhoz hangszóló digitális koronával. De gyakorlatilag most megcsinálták az Android Wear-t, mert hogy az Android Wear, mint úgy, tehát az androidos okos órák, ugye Android Wear, mint technológia mondom, mert ugye ahány gyártó, annyiféle okos óra eszköz. Megcsinálták az iPad, a iTouch-ot kicsiben. Hát hogy ez egy önálló lény, vagy nem tudom, egy önálló kütyű, aminek úgy magától is kéne működnie. Én eddig sem értem, miért kell hozzá az iPhone. Az androidos okos órákhoz nem kellett, nem hogy iPhone, de androidos telefon sem feltétlenül, sőt van olyan, amelyikben még SIM-kártya is van, tehát tényleg kivált egy telefon, tehát szó szerint telefonálni tudsz vele, nem kell hozzá semmi, hogy most eljutottunk odáig itt is, hogy hát, mert ugye ki venne ilyet, vagy ki vesz ilyet, kinek van ilyen? Az jelentkezzen már, mert egyébként, tehát én ismerek nagyon sok Apple fanatikust is egyébként, és még nekik sincs. Tehát, hogy ismerek olyatoknak van egy boltja, és neki mondjuk úgy van, hogy a boltban van és árusítja, de nem, neki nincs. Mert hogy minek? Című történet. Tehát, hogy és most ezzel próbálják akkor ezek szerint rávenni az embereket, hogy hát azért vegyetek már azt az órát, hogyha ilyen drágán adjuk, nem? Tehát, hogy mi az, hogy nem veszitek. És akkor lehet, hogy most így önmagában... Tehát, hogy jön ez a történet, hogy persze, mert akkor most ezzel, hogy mondjam, vonzóbbá tesszük ezt az órát. Hogy most már az iPhone nélkül is tud működni. Amint, ahogy tudom, a vendég is mondott, hogy... nem egy új keletű dolog. Igen, további érdekesség az iOS 9-ben még egyébként, tehát hogy mobilos rendszer új kiadásában gyakorlatilag ugyanolyan, csak függőleges helyett viszintesen lapozható alkalmazás váltó fog megjelenni, képzeljétek el. Tehát, hogy nem kell visszamenni és újra rákattintani arra az alkalmazásra, hanem lesz egy, mondjuk úgy, feladatkezelő, amiben úgy egybe lehet majd az alkalmazásokat kezelni, és rögtön rá tudsz menni arra, amelyikre szeretnél. Hát mekkora újdonság ez is? Tényleg. Tehát ennyi igazából, mert hogy ennyi. Ezek a nagy bejelentések, kérem szépen. Tiszta retro. Illetve egyébként még az iOS 9-nél, hogyha maradunk, akkor 3 órával többet fog bírni. Tényleg? Igen. Csak a pozitívumot is mondjuk. Na hát legalább 3 órával többet bír, ez is valami, mert az apuidő ez nagyon fontos mindenképpen. Jó, szerintem ezt hagyjuk is abba, én nem mondok konklúziót, szerintem most, ahogy így beszélgettünk, erről lejöhet, hogy mi a véleményem. Illetve volt még új OS X is el, Captain, de gyakorlatilag ott sem történt nagyon más egyébként, csak szintén ugye ráncfelvarrás, hát a kinézeten nem változtattak. Egyetlen egy módosítás volt, hogy a San Francisco ezentől hivatalos rendszerfont. Igen? Ennyi, a betű. A legfontosabb. Tehát ugye jó, mondjuk tény, hogy Apple termékről beszélünk megint csak. Tehát ott ugye mi lett a legfontosabb? Hát az, hogy hogy néz ki. Várjál, Vendi, nem fogod elhinni, készülj fel. Na, megváltozik az egér színe. Nem, kaptunk néhány újdonságot, amikre nem is számíthatunk. Ezentúl például egyszerűbben találhatjuk meg a kurzort. Igen?
Igen. Egy új megkérdezzük beépített... a Siritől, hol vagy, kurzor? Egy új beépített lehetősége, ami felnagyítja az egérmutató méretét közvetlenül a gép felébresztése után, majd ismét eredeti méretre zsugorítja. Mekkora funkció! Egyébként nem lenne egyszerűbb középre tenni, ahogy a Windowsban? Na jól tudom, a gép elmegy aludni, és visszajön, akkor Windowsban középen van az egér. Tehát, hogy véletlenül sem veszítsd. De most bocsánat, de meg... Te bocsánat, tehát, hogy touchpadről van szó, basszus, megmozgatom. De ez hát jó, de mondjuk, hogyha nagyon nagy felbontásom vagy, és icike-picike az egér, és sok betű van ott, akkor lehet, hogy tényleg én is elszoktam nyilván, hogy hol az egér, és így nem találom. De most megtaláltam. De érted, ha most, de itt arra hivatkoznak, hogy hát elalvás után, ha visszajön a gép, akkor könnyen megtalálod. Hát nem tudom, elalvás után, hát mit tudom én, középpontban meg legyen ez, az hogy, egér, nem? Ez, vagy hogy új rögzített tabokkal 3.1-es Windows óta így van, könyörgök. Meg ez, hogy új rögzített tabokkal egyszerűen gyorsan el fogjuk tudni érni azokat a webokat, amiket egész nap folyamatosan nézzük, hát basztus, ezt most is meg tudom csinálni, itt van. Na, magyarul semmilyen igazi nagy újdonság nem történt, csak hát meg kell magyarázni azt, hogy mi csinált egy évig az Apple. Álmodta az iPhone 7-et. Ja, mi van ezzel, tényleg? Ezzel semmi szó nem volt, hogy, micsoda? Hogy nincs, nem most jelentették be, vagy nem kellett volna bejelenteni, hogy miből fog állni? Hát azért bebíztak sokan egyébként, meg valami fel is csendült, hogy hatás, de nem. Nem? Egy szó nem esett róla? Terméket nem mutatta. A Sirinél, mikor ez azt, nem is lesz. A Sirinél, mikor azt nagyon-nagyon konforgatták. Minek? Használjátok a tavalyit című. Mikor nagyon-nagyon konforgatták a Sirit, akkor gondolták azt, hogy na, akkor bemutatja Tim Cook a zsebéből, előveszi a hatást, de nem történt. Na jó, szerintem foglalkozzunk más témákkal is, mert tényleg, tehát, hogy... 50%-kal növelték az OSX grafikus teljesítményét, ez mondjuk jó. Igen. De több ideig kell tölteni. Na, nézzünk a világnak olyan innovációs fejlesztéseit inkább, amiben talán több ráció van. Méghozzá képzeljétek el, áram helyett vízzel működő processzorokat fejlesztettek ki. Tehát már kész a prototípus. Bár a működő számítógép, ez nem Apple már, tehát még mielőtt itt bárki azt gondolja, hogy az Apple talált ki ilyet, nem. Bár a működő számítógép és a csippek belsejében található víz hagyományosan egymást kölcsönösen kizáró fogalmak, amerikai kutatóknak azonban mégis sikerült az örökre és kibékíthetetlennek tűnő ellentétet eltörölniük a szóban forgó két elem között. A Stanfordi Egyetemen ugyanis kidolgoztak egy olyan technológiát, aminek felhasználásával elektromos áram helyett vízzel működő csippeket lehet készíteni. Hát sokkal praktikusabb, nem? Bár a víz alapú áramkörök bonyolultsága jelenleg még csak az első, a múlt évszázad közepén megalkotott integrált áramkörök bonyolultsági szintjét éri el, de mivel minden a modern számítógépekben is használt logikai áramkör megvalósítható ezzel a technológiával is, ezért akár a mai PC-kével is vetekedhető bonyolultságú gépek is építhetőek lesznek belőlük a jövőben. Ennek ellenére a kutatók szerint az új víz alapú csippek elsődleges felhasználási területe nem ez lesz, azaz a szilícium alapú társaikat fogják kiváltani. Tehát inkább a processzorok. Ehelyett segítségükkel információ helyett anyagmanipulációra képes, összetett, programozott rendszerek lesznek majd megépíthetőek belőle. Ezek között a gyártó szerkezetek mellett olyan mikrolaborok is szerepelnek majd, amik automatikusan lesznek képesek tetszőleges teszteket elvégezni, vagy különböző vegyületeket kikeverni, attól függően, hogy éppen milyen programot töltenek beléjük. Ha sikerülne a szerkezetet miniaturizálni, azzal akár olyan gyártósor is készíthető lenne, ami nanoméretű robotokat tudna tömegesen termelni, orvosi vagy egyéb célú felhasználásra. Érezzük, hogy, és itt az utolsó mondatban van a kulcs szó, tehát amúgy minek? Tehát most miért jó az, hogy van mondjuk egy mobiltelefonom, 2028-at írunk mondjuk, van egy mobiltelefonom, amiben az áramkörökben nem áram folyik, hanem víz. Tehát, hogy miért jó az?
alapesetben. Nem jó, vagy tök mindegy, nem? Víz vezeti az áramot, mégis vezetőnek, oké? Okay? Mehetne vízen, tehát közlekedhetne vízben is ugye az információ. Nem itt van a lényeg. A lényeg az pont, hogy ott van, hogy például az orvos, tehát az orvostudományban, amikor nanoméretű robotokat mondjuk bevezetnek az ember testébe, akkor ott ugye mondjuk esetlegesen azok, ha ilyen technológiával vannak kész, akkor nem ázik el, stb. Stb. Tehát, hogy tényleg megoldható lenne az, hogy mondjuk akár belülről feltérképezni egy embert. Ugye? Amit eddig hát maximum ilyen szondákkal tudtak megoldani, csak elég fájdalmas, amikor mondjuk leküldenek egy gyomorszondát az emberbe, ugye? Tehát, hogy ezt egy kis nanorobottal lehet, hogy csak beveszi a nyugtató mellé, és az ott majd elvégzi a dolgokat bent, majd gyakorlatilag szokott helyen távozik, igen, tehát logikus módon. Most csak egy példát mondtam, tehát ennek itt van értelme, egyébként most a víz alapú, tehát az ötlet jó, csak a gyakorlatban ennek különösebb haszna egyelőre nincs. Itt majd lesz talán. Jó, aztán következő hírünk, az egy bizonyos szolgáltatóra vonatkozó hír, nem reklám célzatú a hír, de a Magyar Telekom több tízezer előfizetőjét érintően hajt végre idén nyáron, illetve kora tavasszal hálózatmodernizációt a kábel TV hálózatán. Ennek eredményeként a legtöbb körzetben megszűnik az analóg TV, ami a szolgáltató mellett adott esetben az előfizetőknek is komoly feladata lesz, ugye, hogy átálljanak digitálisan. Ugye azt eddig tudtuk, hogy két évvel ezelőtt történt a digitális átállás? Igen, két évvel ezelőtt, amikor megtörtént a digitális, vagy három, már nem tudom, mindegy, rég volt, de megtörtént, ugye az éterből eltűntek az analóg TV adások, csak és kizárólag digitálisan lehet tévézni. Ez a fajta törvény, vagy szabályzás nem vonatkozott a kábel szolgáltatókra, mind a mai napig nem is vonatkozott. Másfél éve? 2013, október 30. 2013, igen. Na, tehát akkor mondjuk már második éve, akkor igen. Tehát a lényeg, hogy ez nem vonatkozott, ez a fajta szabályzás a kábel tévékre, tehát a zárt láncú hálózatokra, továbbiakban is szinte az összes szolgáltató kínálatában elérhetőek az analóg televízió adások is. Ám, de ugye merül fel a kérdés, hogy mikor lesz, vagy kell-e ott egyáltalán ilyen jellegű, mi a baj? Ilyen jellegű átállást végezni. Ugye az érdek az diktálná, hogy amíg lehet, addig húzzuk ki az előfizetőkből a legtöbb pénzt, ugye, hogy analóg tévét is használhassanak, meg az összes, tehát mindenféle profilban legyünk otthon, IPTV, digitális tévé, analóg tévé, műholdas tévé, mit tudom én milyen tévé. De gyakorlatilag ugye kábel tévék esetében, hát ugye az analóg csatornáknak a frekvencia helye, tehát ahol egy analóg tévé elfér, ugye erről beszéltünk már korábban is, ezt azért mutatom neked, mert veled a múltkor beszéltem pont erről, de a nézőknek is mondtam már, hogy mondjuk amíg analóg tévé csatorna helyére be lehet zsúfolni 6 darab digitálist, addig sokkal egyszerűbb nem egy analógot kidobni, és helyette 6 másik csatornát berakni. Tehát magyarul sokkal nagyobb lehet a kínálat, hogyha eltűnnek az analóg tévék. Nagy valószínűséggel ez is lette, ugye a Telekomot is, hogy ősszel le fogják kapcsolni az analóg tévé sugárzást, tehát csak és kizárólag IPTV, illetve digitális, tehát DVB-C sugárzás mellett fogják tudni a tévéadásokat közvetíteni. Ez mondjuk minket nem érint, mert mi alapból digitálisan vagyunk elérhető a Telekom hálózatában, tehát IPTV-n és DVB-C-n, de ezt csak most azoknak mondom, akik esetleg még mindig régebbi típusú tévékészülékkel rendelkeznek, vagy csak és kizárólag analóg tévé előfizetésük van, ami mellett én nem tudom ennél a szolgáltatónál, hogy van a digitális, hogy ez külön pénze vagy sem, általában ez nem külön pénz már, hanem kapja a digitálist is, csak ugye az meg felül webő berendezés kell, tehát vagy tudnia kell a TV-nek a DVB-C jel feldolgozást, vagy valamiféle set-top box kell ugye ahhoz, hogy az ember tudja nézni a digitális adásokat. Hát őszig van idő ezeket vagy a szolgáltatótól beszerezni, vagy olyan készüléket beszerezni, ami már tudja a DVB-C-t. Természetesen erről sincs feltétlenül szó, vagy legalábbis amennyire olvastam, nem nagyon írnak erről, hogy kell-e majd hozzá előfizetői kártya. Nagy valószínűséggel igen, tehát magyarul nem úgy, mint mondjuk a Digi hálózatán, hogy bedugod a tévét, azt jön a műsor, egy-két természetesen prémium csatornát, felnőtt csatornát, egyéb más dolgot leszámítva, amikhez előfizetői kártya is szükségeltetik.
hanem gyakorlatilag kódolatlanul jönnek a digitális adások is. Itt nem. Tehát itt majd kelleni fog hozzá nagy valószínűséggel ugye előfizetői kártya, úgyhogy augusztus 1-jéig lehet még analógra előfizetni, utána már nem lehet analóg előfizetést kötni a Telekom szolgáltatónál, tehát csak és kizárólag digitális adássugárzásra lesz lehetőség, és október környékén nagy valószínűséggel ezt le is fogják kapcsolni. Tehát nem lesz majd analóg tévésugárzás. Jó, na nézzük, van-e hozzászólása az eddig elhangzott témákkal kapcsolatban, mert akkor ezekre válaszolunk. Egyébként rólamnak a hozzászólása jó volt. Mindjárt szép sorjában megyünk, jó? Tehát menjünk a legvégére, és akkor onnan jövünk. Azt mondja, hogy szegény VG Andris szóhoz sem tud jutni. Ez még az elején volt, mert figyeltem, hogy a Wendy mit akar kihozni a monológból, de utána megbeszéltük. Mehetünk tovább. Oké. Aztán Laci kérdezi, sziasztok, segítséget kérnék. SSD-t vettem, BIOS-ban látszol, de a Windows 7 nem látja. A rendszer szintén SSD-n van, van még mellette 2 darab HDD, azokkal semmi gond, előre is köszi. Hát, BIOS látja, de a Windows nem, nincs ott a rendszer. Nem lehet. Vagy nem tudom, hogy ezt hogy nézed. Egész pontosan nézzük, hogy van-e itt hozzászólás, mert látom, válaszoltak is neked. Tehát a BIOS látja, a rendszer nem, akkor azt mondanám, hogy driver probléma, a gyártó oldalán nincs egy külön driver, ezt a Józsi válaszként. De nem feltétlenül a driver kérdés, mert azért a meghajtókat úgy fölismeri a rendszer, ahhoz nem feltétlenül egy külön driver, max a vezérlőkhöz. De hát akkor meg a többi vinyósa látszódóan nem működne a vezérlő. Tehát magyarul inkább az lesz a gond, hogy nincs megparticionálva és megformázva az a vinyó, innentől kezdve meghajtó nem látszik. A lemezkezelőben, mint lemez, látszódni fog. Tehát az eszközkezelőben nézd meg, hogy ott látszik-e, szerintem ott látszódni fog, illetve a lemezkezelésbe particionáld meg, formázd meg, és akkor egy meghajtó néven meg fog az jelenni. Csak így önmagában, ha ez nincs megcsinálva, akkor nem jelenik meg, de ez a merevlemezek esetén is így van. Tehát a Windowsban válasszuk külön a fizikai és a logikai részeket. Fizikailag az eszközkezelőben meg fogod találni, ugye a BIOS is látja nagy valószínűség, az eszközkezelő is látni fogja, logikailag meg csak akkor látszik, mint meghajtó, tehát mint egy D meghajtó, vagy G, vagy E, vagy nem tudom, hogyha megparticionálod és megformázod, valami a Windows számára is értelmezhető file rendszer kerül rá. De még az is lehet, hogy Linux van rajta, vagy valami, és az sem látszik onnantól kezdve a Windows számára. Csak és kizárólag, hogyha NTFS vagy FAT fájrendszerre van forma, az egy XFAT, most már ilyenek is vannak, ugye, akkor fog a Windows számára értelmezhető lenni, de még akkor sem biztos, hogy meghajtó betűjelölés adva van-e neki. Tehát azt még akkor is adni kell neki, mert az nem mindig jár hozzá idézeltél automatikusan, de ezt ugyanúgy a lemezkezelőbe tudsz neki adni egy betűjelölést is. Jó? Oké. Aztán... Ádám írja nekünk, sziasztok, ez az alma, ez röhely, így le vannak maradva, de azért van pofája méreg drágán adni a termékeit, dislike Apple. Hát azért ilyet nem mondunk, de részben igaz, bár igen, itt nem feltétlenül az árérték arány az mindig ott van, hogy az ember eldönti, senki mondta, hogy ez kötelező megvenni, ugye, aki akarja, megveszi, aki nem akarja, nem veszi, meg. Nem rossz a minősége, csak a körítés és az op-rendszer. Túl van. Mindig is ez engem is ez zavart. De nem beszéltünk egy rossz telefonról vagy rossz termékekről, hardveresen. Oszt, Roland, Wendy és Andris, szerintem az évi összképben eddig a legjobb az Apple-től az új MacBook. Annyi, amúgy semmi újdonság a nap alatt. Ezért mondtam neked a jó múltkoriban, Wendy, hogy az Apple már csak az árnyék a régi önmagának. Én ezt láttam akkor és most is, nem tudnak már szinte semmi újat mutatni, azon kívül, hogy méreg drága cuccokat gyártanak, és azokra is jó sok pénzbe kerülnek az alkalmazások és a játékok. Hugom iPhone-os volt sok éven át, de mióta átváltott Androidra, ha utána hajítanának egy iPhone se érdekelné, pedig nagyon nagy fanatikus volt, személyes vélemény volt, üdv Roli! A vélemény az egy olyan dolog egyébként, nem is tudom kivel
idézőjétől veszekedtem ezen valamikor, mert ugye azt mondta, hogy én teljesen blőcségeket beszélek néha itt, a, főleg az Apple kapcsán, hogy mit fikázom itt az Apple-t, meg ilyenek, ami mit félre van értve, hogy fikázom. Hát véleményemet mondom el. Ez az én műsorom alapvetően. Én mindig szoktam mondani, hogy a véleményemet szoktam megosztani, tehát ez nem kész tények, tehát nem arra indul ki itt a történet, hogy lejárassam vagy fikázzam az Apple-t, egyáltalán nem. El szoktam mondani a véleményemet, nem szoktam vék alá rejteni, és ez alapján bárki mondhatja az ellenvéleményét is, nincs ezzel semmilyen probléma, és ugye maximum tanácsokat szoktunk innentől kezdve ezügyben adni, onnantól kezdve a döntés rajtatok múlik, tehát nem muszáj velem egyetérteni, ezt akartam ezzel az egésszel mondani. Szépen lassan majd a világ úgyis bebizonyítja, meg ezek önmaguk bebizonyítják, hogy nem az, hogy nekem van igazam, mert ez nem igazság kérdés egyébként, hanem gyakorlatilag van egy kép, amit fest magáról minden meg mindenki, ez termékekre is ugyanúgy vonatkozik, mint emberekre egyébként, és amíg az emberekben tudja tartani ezt a képet, addig nincs probléma, ha nem tudja tartani, akkor jönnek a problémák. Ugye? Hát most egy kicsit... Nem tudom egyébként, hogy ilyenkor egyébként mi van a gazdasági tényezőkkel, mert ugye hát azért itt a részvények meg ilyenek bejelentés után ilyenkor azért akkor érdekes, hogyha valami nagyon nagy pozitív dolgot jelentenek be, valami Uber áll lesz, nem tudom micsodát, akkor rögtön a második hír az, hogy hú, hát a részvények ára az gyegekben van. Most valahogy nem beszélnek a részvényekről. Most vagy nem hatotta meg a piacot ennyire, vagy azért nem beszélnek, mert valami olyan van, ami miatt nem kéne beszélni, vagy nem tudom, de most érdekes, hogy a részvényekről szó nincsen. Igen, pedig tavaly novemberben most nézem egyébként, itt írták, meg az eladásokról, hogy az Apple részvény árfolyama ismét rekordot döntött. Nem most, tehát ez nem most. Aztán Gyula, köszi a válaszotokat. Mire Gyula? Vagy te is valami... kérdeztél, csak nem vettük volna észre, de igen, itt van, tehát szerintetek... Jó, nem válaszolt, hogy cinikusan írtál. Igen. Mi lenne az újdonság, vagy mi lehetne az újdonság az iOS 9-ben, ti mit tennétek bele? Jó a kérdés egyébként, mert azt gondolom, de hogy egy kicsit megfordítsuk a történetet, hogy álmodozni lehet, meg hogy mondjam, tehát hogy én pontosan tudom azt, hogy nincs új a nap alatt, tehát ezt már ugye pont ezt kezdtük el mondani, hogy egyik cég sem tud most olyan dologgal előrukkolni, ami olyan nagyon kiverné a biztosítókat, mondjuk így, vagy így hirtelen mindenki felkapná a fejét, hogy micsoda, úristen, de jó, vagy nem tudom. Tehát szerintem ez a korszak most úgy valahogy, tehát annyi újdonságot vonultattak fel itt az elmúlt években, és valahogy lelassult ez a fajta gyorsulás. Tehát az, hogy új legyomat leolvasó, meg mit, ezek már csak ilyen, nem tudom, meg ezek a kütyük órák, nem tudom, ezek ilyen, hát ilyen semmi, vagy legalábbis nekem nem. De a kérdésedre vissza, hogy mit tennék én bele, nem tudom, mit tennék semmit. Bele. Tehát semmit, nem nincsen, ez a lényeg, nincsen nekem kell kitalálni. Tehát, hogy nem én vagyok az innováció, vagy lehetek akár én is, de most így hirtelen nem jut eszembe semmilyen ötlet. Eszembe jut, majd fogom mondani. De egyébként pont ez a lényeg, ha már ekkora körítést csinálnak az egésznek. Tehát valamit ugye be kéne jelenteni, évente bejelentenek valamit, most is bejelentetek olyan dolgokat, amik nem újdonságok, tehát létezik máshol, copy, mindig jön az, hogy az Apple-t másolja mindenki, miközben basszus, itt a legnagyobb példa arra, ez a bejelentés kapcsán, hogy szinte csak olyan dolgot mutatott be az Apple, ami már van. Tehát akkor ki másol itt kit? Mindenki másol mindenkit, tehát még mielőtt arra hegyeznénk, hogy az Apple másolna. Nem, mindenki másol mindenkit, erről szól a történet, nincs újdonság, de a semmiről is képesek akkora felhajtással és olyan nagy csinadrattával beszélni, mint ezt ők találták volna ki. Ugye? Tehát ez erről szól ez a dolog. Itt van a probléma. Az, hogy mi lehetne az iOS 9-be, nem tudom. Nem is biztos, hogy kell, hogy iOS 9 legyen, de ki fogják adni, úgyhogy nem lesz benne semmi extra 8-hoz képest szerintem legalábbis. Ugye itt a multitasking maximum, de hát ugye ez sem újdonság. Annyira... De figyelj egyébként, ez most már nem csak az iOS 9, hanem minden operációs rendszerre telefon. Tehát a nagy újdonságot már senki nem nagyon tud kitalálni. Pontosan azért mutatták be ők is ezeket, mert hát ők, tehát nem hülyék, ők is tudják, hogy ez semmi.
amit most bemutattak, csak próbálták egy kicsit szebb köntösben a világ elé tárni. Szerintem személy szerint legszívesebb az egész VVDC-t lefújták volna egyébként úgy, ahogy van, mert tényleg teljesen értelmetlen volt. Mivel ez az opció nem játszott, ezért kénytelenek vagyunk bemutatni a semmilyen fejlődésünket, idézőjelben természetesen, mert azért egy-kettő jó dolog azért történt, de és most valahogy egy szép köntösbe tárjuk az emberi, hogy tessék. Úgyhogy, de ez nem csak egyébként az Apple-re, hanem mostában már senki sem nagyon tud egyébként olyan nagy érdekességet bemutatni. Nézd meg egyébként akár csak a kijelzőkkel kapcsolatban komment, hogy hú, ez már ekkora nagy, meg akkora nagy a kijelző, ennek meg annak a telefonnak vége. Igen, annak a versenye, ennek is vége. Más, de nem is más az lényeg, lesz majd, ami az, szerintem hogy... izgalmas lesz, akár az Apple-re, vagy bármelyik másik gyártónál. Ez a dolog már kifújt. Ráncfelvarrás, tisztogatás és frissítés. Következő ajánlat. Nem lesz szó másról, más operációs rendszerrendszer. Hát amit ki nem más. Találnak valamit, amivel lehet megint csak elsőnek lenni valaki részéről, mert korán sem biztos, hogy az Apple fogja kitalálni, de az is lehet, hogy ők fognak valamit kitalálni. Nem tudom, tehát itt a verseny az egy olyan dolog egyébként, egy kicsit pont a mobil szolgáltatók jutottak eszembe, hogy most nagyon nagy hír szintén, hogy a 70-es, vagy a piros szolgáltató, hogy hú, lefette 4G-vel a Balatont. Basszus! Egy másik szolgáltató, mondjuk a Magenta Siri már 4 éve lefette. Tehát, hogy ez ekkora nagy újdonság? Nem, és ez csak egy ilyen, tehát ők is megtették, megcsinálták, megvan, kész. Ki kell az idő a közleményben, így van. Csak más helyzet előtérben, most már ő is tudja. Igen, prioritásban más a lényeg. Tehát ettől még van, és mondom, tehát ezzel most nem lebecsülni akarjuk az Apple-t, hogy most semmi nem mutatott be, amitől hanyatt esténk, csak igazából most ez egy ilyen év. Csak a körítés, megint a körítés az, ami miatt az egész úgy cseng le, hogy tehát ahogy beszélnek arra, hogy milyen nagy újdonság, meg hú, ezt hogy tudja, és mit tudom én, és akkor így csodálkozom, vagy legalábbis én nem csodálkozom, hanem mosolygok, hogy hát de basszus, hát ez már Google 1000 éve tudja, Microsoft 1000 éve tudja. Azt is olyan sem tartom egyébként kizártnak, hogy lehet, hogy azért mutatta be most ennyi rakás semmit, hogy majd októberben vagy szeptemberben a keynote-on jó dolgokat mutassanak valami durva dolgot bemutatni. Tehát ez nincs kizárva, hogy lehet, hogy inkább, hogy valóban, mert ez egy fejlesztői konferencia, tehát ez inkább a szoftveres részről szól. Igen. Lehet, hogy az idén az Apple a hardware-re gyúr rá. Nincs kizárva. Meg hogy egyébként. Nagy általánosabb, hogy mondtam korábban, hogy szoftveresen már nem, tehát hogy ilyen elenyésző dolgok hardveresen az, amiket... Hardveresen se annyira, tehát ilyen kis vizék vannak, ilyen kis tisztogatás, foltozgatás, frissítgetés, ránc, ennyi van tényleg, ahogy mondtad. Meg az üzemidőn való javítás talán még az. Igen, mert azért meg sokan sírnak, ugye? Tehát, hogy ezen is azért dolgozni kell. Most na, nagy na látod újdonság... például, nem is tudom kicsoda gyúlva, na például ezt tenném bele egyébként az üzemidőn való javítást, ez megtörtént. Ennyi. Viktor írja nekünk, sziasztok, érdemes. Hát most kimondottan itt írsz egy márkát, de most én a márkát nem mondám, szóval smartwatch órákat venni. Vagyis mennyibe kerül egy ilyen okos karóra, és lehet-e telefonálni róla meg ilyenek? Én azt mondom, Viktor, ezt mondom megint csak a saját véleményem, biztos nem szeretnek engem egyébként a szakmában, akik talán ezzel foglalkoznak, hogy mondjuk az újdonságot ilyen szinten propagálják, nincs ezzel semmi gond, én gyűlölöm az okos órákat, tehát haszontalannak tartom. Van, akinek hasznos, de ez nem okos. Tudom. De okos, mutatja az időt. Tehát, hogy te okos vagy az óra, mert csak mutas az óra. Óra mutatja az időt. Igen. Vége. Na, tehát, hogy itt azt gondold át, Viktor, és ezt szoktam mondani, és most ezt mondom neked is, és ez a műsor vége is gyakorlatilag, hogy gondoljuk át, hogy szükségünk van-e rá. Tehát neked szükséged van-e az okos órák által nyújtott tudásra, vagy képességekre? Tehát, hogy lehet-e róla vagy telefonálni? Szerintem lehet róla telefonálni, a másnap Bluetooth-on keresztül a telefonoddal összehangolva biztos, hogy lehet róla telefonálni, ez mindegyik ilyen okos kütyűvel lehet. Önmagában nem biztos. Vagy olyannyira el vagy kényelmesed, vagy a telefon már nem akarod elővenni a zsebedbe. Igen, de most egyébként meg telefonálni okosorával hogyan? Vagy mi? Tehát így? Kit? Night Rider? Vagy tényleg? Vagy Bluetooth fülessel? De hát akkor azt a telefonoddal, tehát hogy nem értem, miért akarna az ember az órájával telefonálni, mindegy, rakjuk
félre, mert hogy ez volt a kérdésed, hogy egyébként mennyibe kerül, változók az árak, tehát lehet kapni 20.000 forintért is okos órát, noném, vagy nem is annyira noném egyébként, és lehet kapni, mit tudom én, x 100.000-ért is okos órát. Viktor, én azt mondom neked egyébként, csak hogy már a design részéről megkörnyékezzük a dolgot, hogy szerintem annyi pénzből egyébként, ha hát minden áron órát akarsz, akkor ennyi pénzből szerintem te egy jó órát vegyél. Ne igen, ezért ilyen. Igen, amiben mondjuk ráérsz 3 évente ellen megcserélni, és nem kell naponta kétszer feltölteni egy 3 szor. Mi jó, bejutottunk rendben ezt. Igen. Már jó, készültem egy cikke, és nem már tudtam elmondani. Is. Nem tudtam elmondani a cikkemet rendben. Majd elmondod, vagy kiposztolod. Mindegy, annyi volt a lényeg, hogy Helsinki-ben ilyen netes ilyen oszlopokat telepítettek, ahol sokkal gyorsabb az internet, mint hogyha ingyenesen, és sokkal gyorsabb az internet. Tehát mondjuk free wifi-t? Igen, és sokkal gyorsabb az internet, mint hogyha fizetősen csinálnád. Van ilyen itthon is. Hát, egyébként. Na jól van, hát ennyi fért a mai műsorba. Köszönjük szépen a figyelmeteket, köszönöm Andris, hogy itt köszönöm voltál. Köszönöm szépen a vendéglátást. Képviselted az almás. Nem, egy jó, kiveséztük, ebben nincsen több. És senki sem. Igen, mindenki. Mindenkire rá van bízva a döntés, a vélemény. A film befejezése. Igen. Találkozunk holnap. Szerintem Balázsról is erről fogunk beszélgetni, mert ő meg nagyon rápörgött erre a dologra, nem is értem, de majd kiderül, hogy illetve, ő mit látott ebbe az egész bejelentésbe. Illetve velem még találkozhatok, ugye este 10 órától Gamer Zone, Gergővel és velem. Nagyon-nagyon régóta szerettétek volna, hogy az újfajta csodálatos versenyjátékot, a Project Cars bemutassuk nektek. Be fogjuk mutatni. Eljött ez a nap is. 10 órától, tehát Andrissa és Gergővel, de előtte se kapcsoljatok el rögtön a Prestart után, következik az Enigma, Erdélyel Tamás és Drábik János közreműködésével. Érdekes lesz, úgyhogy érdemes velünk tartani, a bevándorlás kérdést fogják boncolgatni. Sziasztok! Sziasztok!